dicsőség neked, Uram. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Öleld meg a szomszédodat, mondd neki, hogy Isten hozott. Köszönjük a dicséretet. Halleluja, halleluja. Jó az Úr, jó az Úr. Halleluja. Akinek a hátának kell, hogy meggyógyuljon, mozgassátok meg bátran. Mozgass meg, mert onnan a fájdalomnak el kell, hogy tűnjön. Mozgass meg bátran, a kenet ott van. Halleluja. Érzi-e valaki a javulást a gerincébe? Van-e valaki, aki már észrevette, hogy jobb lett? Még senki nem tapasztalja, hogy jobb lett? Jó van. Nem baj, az Úr itt van. Végzi a munkát, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mire innen elmegyünk, elő fogtok jönni bizonyságot tenni. Halleluja. Jó az Úr. Zsoltival pár héttel ezelőtt beszéltük, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egyszer egy olyan Isten tisztelet, amikor úgy igazából egész idő alatt csak dicsérnénk az Urat. Gondoltam magamban, hogy kíváncsi lennék, hogy mit szólna hozzá a gyülekezet. De azt hiszem, hogy ez most így nagyon jól hozta elő az Úr, és hiszem, hogy Isten akarta így. Csodálatos volt dicsérni az Urat, remélem ti is így érzitek ezt, de jobb, ha hozzászoktok, mert a mennybe ezt fogjuk csinálni, úgyhogy, úgyhogy kicsit nem árt akklimatizálódni. Jó az Úr, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam, azt mondja az ige. A Jézus szavai ezek, azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Már jó pár hete tudjátok, hogy a szeretetről tanulunk, és ezzel kapcsolatban megnéztünk már egy néhány igét, ugye? És hogy az Úr most is miközben az alkalom elején mutatta, hogy, hogy ez, amit szeretne, hogy új parancsolatot adott nekünk, hogy egymást szeressük, és hogy ne szóval vagy nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Erről tanulunk. Hogyha ellapoztok a János Evangélium 14. fejezetére, halleluja, és megnézzük a 12-es verstől. János Evangélium 14. fejezet és 12-es verstől. Azt mondja itt Isten igéje, hogy aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Halleluja. Hányatoknak tetszik ez az akármit kértek az Atyától az én nevemben? Megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban. Halleluja. Hányan hiszitek, hogy Isten igéje igaz? Ha ezt mondta Jézus, akkor ez így van, és ha valamit kérünk, akkor ezt megkapjuk. Amen. Halleluja. Isten a szíveknek és a veséknek a vizsgálója. Annyira örvendeztem az Úrban, miközben dicsértük az Urat, hogy ez, amit mondtam nektek, hogy olyan jó lenne úgy dicsérni, úgy igazán az Urat. Olyan sokszor szomorúan tapasztaltam azt, hogy miközben így az Isten tiszteletek elején inkább így fogalmaznék, hogy mentek a dicséretek, sokan várták, hogy mikor lesz vége, és úgy éreztem, hogy most együtt voltatok, itt voltatok, együtt dicsértük az Urat. És azt mondja a Biblia, hogy eljön az idő, és az most van, amikor szellemben és igazságban imádják az Atyát, mert ilyeneket keres Isten. Az ő imádójul. Amen. Hiszitek, hogy Isten keresi azokat az embereket, akik hajlandóak imádni őt szellemben és igazságban, és akik nem csak kapni akarnak, hanem hajlandóak vagyunk adni. Nem sok mindenünk van, amit tudunk Istennek adni igazán, amit ne tőle kaptunk volna, de van valami, ami igen értékes Istennek, ez a mi hálánk, a mi háladásunk. És hogyha ezt őszintén fel tudjuk emelni Istennek, ez egy kincs. Meleg van. Nem fog kifogni rajta. Van egy másik mikrofon.
meg. Halleluja! Dicsőség Istennek! Szóval hol tartottunk, hogy igen, hogy ez van, amit úgy igazából tudunk Istennek adni, ami ugye a miénk, hogy a szívünkből a hálát, a tiszteletet, azon gondolkodtam, miközben elkezdtük dicsérni az Urat az elején, hogy igazából annyi mindent tett Isten értünk. Épp a napokban hallgattam egy jó pár tanítást azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni velünk, amikor innen elmegyünk. Hányan hiszitek, hogy amikor a fizikai halál bekövetkezik, akkor azok, akik hittek Krisztusban, amikor, ha ebből a testből távol vagyunk, akkor jelen vagyunk az Úrral. Amen. És amikor kikerülünk ebből a testből, akkor átkerülünk abba az országba, ahova készülünk, ahova tartunk, ahova megyünk. Dicsőség Istennek, és sokan vannak, akik nem hisznek ebbe, és kinevetnek bennünket, kigúnyolnak, azt gondolják, hogy gyenge emberek vagyunk, és szükségünk van nekünk erre a hitre, hogy kapaszkodjunk valamibe. Hát, tudjátok, az lesz a furcsa, amikor megérkeznek ezek az emberek, mert megkérdezed, hogy gondolkodtál azon, hogy hova fogsz kerülni, miután meghalsz? Nem érek rá, ilyenekkel foglalkozni. Nagyon nagy vonalú vagy. Nagyon sokba tud kerülni ez neked, hogyha nem érsz rá ilyeneken gondolkodni. És azok az emberek is, akik nem hiszik, akik tagadják, akik ellenzik, akik nem fogadják el Jézust életük urának, azok is meg fognak állni egy nap az ő ítélőszék előtt, és látni fogják azt, hogy, hogy Isten országa egy valóságos ország. Látni fogják azt, hogy a mennyország valóban létezik. Látni fogják azt is, hogy az a pokol, amiről ők azt gondolják, hogy az olyan jó buli, amiről ők azt gondolják, hogy ó, ott sok nő lesz, és ott jó buli lesz, és legalább sok ismerős lesz, az nem akkora nagy buli, mint ahogy ők gondolják. Hányan hiszitek, hogy ha innen elmegyünk, a mennybe megyünk, és ott lesz az atya, és ott lesz az ő fia, Jézus, és nagy buli lesz ott, amen. És öröm lesz ott. Halleluja, valakinek a fogai gyógyulnak itt hátul. Köszönjük az Úrnak. Halleluja. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Halleluja. Isten nem bánja, ha dicsőítetik az atya a fiúban. Amikor Isten tesz valamit az életünkbe, akkor nagyon jó az, hogyha nem sporoljuk meg ezt a végét, hogy adjunk neki dicsőséget. Amen. És hányan tapasztaltátok ezt, hogy minél több dicsőséget adsz Istennek, annál több minden van, amiért dicsőséget adhatsz neki. Ugye, ahogy mondja az ige, hogy csak gyönyörködjél az Úrban, és ő megadja a szíved kívánságait. Elkezdesz gyönyörködni az Úrban, és megadja a szíved kívánságát. Mi fog automatikusan jönni belőled? Ó, Uram, köszönöm. Dicsérlek, magasztallak. Erre mi fog megint történni? Nem szabad bele süpedjünk abba a kerékvágásba, például, hogy valamit egyszer megköszöntük, és azt gondoljuk, hogy ez elég volt. Sokszor van, hogy például lesz, hogy a Isten tiszteletek végén szoktunk, tudjátok, bizonyságot tenni, és akkor tudom, hogy nagy ritkán, de időnként azért előfordul, hogy mondjuk éppen senki nem akar bizonyságot tenni. Hányan hiszitek azt, hogy egyszer elmondtad, hogy milyen jót tett veled az Úr, akkor az nagyszerű, dicsőség Istennek. És mi van, ha még egyszer elmondod? És még egyszer, és még egyszer, és még egyszer. Tudod, mi van olyankor? Isten örül. A kedvét leli benned. Akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Nagyon sokan vannak, ó, hát ezt már megköszöntem az Úrnak, és rátekintenek arra, ami nincs, ez sincs, az sincs, amaz sincs, hívő vagyok, de Isten hol van, nem segít. Ez nem az az út, amerre nekünk mennünk kell. Hálát adunk minden nap, mindenekért, mindenekben hálát adunk. Hányan tudjátok, hogy időnként még hívők is keresztül kell, hogy menjenek nehézségeken? Időnként hívők is elszenvednek sérelmeket, fájdalmakat, időnként ők is kapnak sebeket, de az ige azt mondja, hogy mindenekben hálákat adjatok. Amen. Amikor völgyeken mész keresztül, akkor Isten veled van. Amikor
Bajban vagy, sokszor azt gondoljuk, és sokszor nagyon rosszul imádkozunk. Valami probléma van az életünkben, és azt kérjük, hogy Isten vegye el. Hányan tudjátok? Valami nehézség, kellemetlenség van, Uram, szabadíts meg ettől, Uram, vedd el ezt, Uram. És hányan hiszitek, hogy nem föltétlen ezt akarja Isten velünk tenni? Mert ezek a nehézségek azok, amik megerősítenek bennünket. Ezek a nehézségek azok, amik megpróbálják a mi hitünket. És mit mond Isten igéje? Jakab apostol, első fejezet. És a 2. verstől. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez, a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, semmiben hiány ne szenvedjetek. Bocsánat. Halleluja. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy tanít, úgy érzem, hogy tanít és fejlesztés foglalkozik velem az Úr. Például, amivel nagyon-nagyon hosszú ideje már így foglalkozik velem, túlzás, hogy nagyon hosszú ideje, inkább a közelmúltban foglalkozik nagyon-nagyon velem az Úr, azzal kapcsolatban, hogy, hogy mi zajlik a két fülünk között, hogy min járnak a gondolataink, min gondolkodunk, hogyan gondolkodunk. Ugye tudjuk, hogy Isten igé azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által. És... nagyon tetszik, ahogy így kezd összeállni a kép, ahogy Isten kijelenti az ő igéjét, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy min gondolkodunk. És hányan hiszitek, hogy nagy kísértés van arra, hogy az elmédet csak úgy enged szabadon, hogy menjen, amerre akar, jön egy rossz gondolat, és ha kell, órákig elidőzöl rajta. Hányan tudjátok, hogy a gondolataink hatással vannak a szavainkra? Más szóval, amin gondolkodsz, azt ki is fogod mondani. Amit kimondunk, az ugye hatással van a környezetünkre, és nem csak a környezetünkre, hanem azok a szavak, amiket kimondunk, jó lesz, csak egy kicsit lejjebb kéne hallgatni. Azok a szavak, amiket kimondunk, ezek hatással vannak az érzelmeinkre. És nagyon sokszor az érzelmeink alapján hozunk döntéseket. És így tudjuk elrontani a dolgokat az életünkben, amikor a döntéseink alapján, a döntéseinket az érzelmeink alapján hozzuk meg. Fog ez még javulni, Zsolett? Oké, jól van. Amikor az érzelmeink alapján hozunk döntéseket, nagyon-nagyon rossz irányba tud elmenni az életünk, és hogy Isten nekünk adott hatalmat. Megmondta azt, hogy miken gondolkodjunk. Azt is elmondta, hogy fektessünk hangsúlyt erre, hogy mind gondolkodunk. Jól van, ezt azért elővesszük, még lehet, hogy jól jön, de ez sem megy. Jól van. Még szerencse, hogy vannak mikrofonjaink. Szóval, halleluja, na, ez most egész jó. Sokszor azt hiszük, hogy nem tudunk változtatni azon, hogy milyen érzelmeink vannak. Ha így érzem magam, ez van, nem tudok mit csinálni. Nem igaz. Nem igaz. Igenis tudsz változtatni azon, hogy hogyan érzed magad, milyen érzelmi állapotban vagy, mert Isten azt mondja, hogy el tudod dönteni, hogy mind gondolkodsz. Mind kellene gondolkodjunk. Továbbá, atyám fiai, csak azon gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik jóságosak, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezeken gondolkodjatok. Nem tudom, hogy észrevetted, de hogy miközben Isten igéjén gondolkodsz, miközben az ígéreteken gondolkodsz, miközben azon gondolkodsz, hogy én imádkoztam, és tudom, hogy megkaptam a választ, és meg fogom látni akármelyik nap, nem tudsz depressziós lenni, nem tudsz csügget lenni, ha a szemed az Úr Jézuson van, ahogy mondja az ige, akik őre áll néznek, azok felvidulnak. Amen. Amikor szomorkodunk, amikor depressziósak vagyunk, amikor magunk alatt vagyunk, azért van elsősorban, mert megengedtük magunknak, hogy a rossz dolgokon gondolkodjunk. Ezután ki is mondtuk ezeket a rossz dolgokat, ezután szarul éreztük magunkat, ezért rossz döntéseket hoztunk, és még rosszabbul éreztük magunkat. És ha ki akarunk ebből jönni,
akkor először a gondolatainkat kell megváltoztatni. Nagyon sok ember megpróbál helyesen élni. Nem akarja megtenni azokat a dolgokat, amikről tudja, hogy Isten igéje azt mondja, hogy ez nem jó, és megpróbálják erővel, akaraterővel, megpróbálnak engedelmesek lenni. Hányan próbáltátok, hogy lehet próbálkozni? De addig, amíg a gondolati szinten a dolgok nincsenek a helyén, amíg nem helyes a gondolkodásod, a cselekedeteid sem lesznek helyesek. És ha szeretnéd a cselekedeteidet megváltoztatni, ha szeretnéd az érzelmeidet megváltoztatni, akkor először a gondolataidat kell megváltoztatnod. Isten igéje szerint kell, hogy gondolkodjunk. Józanul kell, hogy gondolkodjunk. Amen. És tudjátok, hogy milyen érdekes ez a józan gondolkodásmód. Ugye, hogy több mindenre mondják, tehát több esetben lehet ezt a szót használni, hogy valaki nem józan. Például, hogyha alkohol hatás alatt van, nagyon sok alkoholt ivott, akkor az ember ugye nem józan. Nem józan döntéseket hoz. De hogyha valaki be van kábítószerezve, szintén nem józan. Hogyha különböző dolgok befolyása alatt van, akkor nem józan. És hányan hiszitek, hogy sokszor az érzelmeink hatása alatt hozunk döntéseket, és ezek sem józan döntések. Lapozzatok el a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetére. Rómaiakhoz írt levél, 12. fejezet, és nézzük meg az első pár verset. Halleluja! Azt mondja itt Isten igéje, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. Halleluja. Hiszem azt, hogy a Szent Szellem munkálkodik, amen, és közben adja a kijelentéseket. Azt mondja, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el. Változzatok el. Mit akar Isten? Hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyünk. Változzunk el. Isten jó keresztényeket. Jó, tudjuk azt, hogy Jézus meghalt értünk, lement a pokolba, elhordozta a bűneinket, harmadnapon föltámadt, és felment az atya jobbjára. És a Krisztusnak a teste, azok mi vagyunk ezen a földön, a hívők, rész szerint, és Jézus a fej. Amen. Ő a fej, mi pedig az ő teste vagyunk. És azt mondja, hogy ő általunk akar képviselni. Tudjátok, hogy azt is mondja a Biblia a Korintusiakhoz írt levélben, hogy mi Istennek a nagykövetei vagyunk. Követségben vagyunk, képviseljük Istent, és Isten azt szeretné, ha mi jól tudnánk képviselni őt. Amen. Hányan szeretnétek igazán jó keresztények lenni? Tegnap néztem egy bizonyságot, egy fiúnak a bizonyságát a YouTube-on. Csodálatos volt, hogy egy roma fiúról van szó, aki egy olyan családban nőtt fel, ahol több gyerek volt. Az egyik testvére egy ilyen bandavezér volt, a másik nem tudom mi volt, ilyen kigyúrt alakok voltak, és a világban voltak benne nyakig, ő is belekerült a bandába, volt, amikor drogozott, egy csomó hülyeséget csinált, és Isten kihozta. És elmondta, hogy ott nem volt semmi. Volt, amikor azt hitte, hogy majd a nők, majd a szex, majd ez fogja őt boldoggá tenni, beteljesíteni, és rájött, hogy nem. És rájött, hogy Jézus az, amit ő mindig is keresett. Jézus, és megtalált bennem mindent. És olyan jó volt látni azt, ahogy megváltozott az élete, ahogy beszélt. Lehet érezni rajta, ha valaki bemegy, vagy fölmentek a YouTube-ra, és beírjátok, hogy azt hiszem így van, hogy Zozo, bizonysága, akkor valószínűleg elő fog jönni ez a bizonyság, és ahogy beszél, hogy régen az volt neki a fontos, hogy ő is vagány legyen, hogy ő is bandatag legyen, és hogy kíváncsi volt, hogy milyen érzés az, és most, amikor megtalálta őt Jézus, az egész életét átadta, és ahogy beszél, ahogy viselkedik, azt lehet látni, hogy tényleg az övé, tényleg a Jézus, és hogy az életét oda szánta Istennek.
hogy ő olyan akar lenni, ő képviselni akarja Isten, nem eljátszani akarja azt, hogy keresztények vagyunk, elmegyünk a gyülekezetbe, olvassuk a Bibliát, hanem oda szánta az életét Jézusnak. Hányan hiszitek, hogy különbség van? Különbség van, hogy valaki jár gyülekezetbe, vagy valaki oda szánta a szívét az Úrnak. Amen. Tegyétek be ide az ujjatokat, és a Jakab levelére lapozzunk. De majd vissza fogunk térni. Jakab apostol, 4. fejezet, 8-as versére. Jakab apostol, 4. fejezet, 8-as versére. Halleluja. Azt mondja itt Isten igéje, hogy közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kételkedők. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Halleluja. Hányan tudjátok, hogy ott van a veszély, hogy még ha hívő is vagy, hogy eltávolodjál az Úrtól, hogy a kapcsolatod vele kihűljön. Nem tudom, észrevettétek azt, hogy vannak barátaitok földi szinten, természetes szinten, ismerősök, akikkel sok időt töltöttél együtt, barátok lettetek, jó barátok lettetek, csomó mindent megosztottatok, megbeszéltetek, és valami oknál fogva, ahogy az idő telt, egyre kevesebbet találkoztatok, aztán még kevesebbet találkoztatok, és észrevettétek, hogy kihűlt ez a barátság, ami egyik pillanatban olyan itt volt, bármit elmondhattad, bármikor fölhívhattad, tudtad mindig, mi van vele, és ha hosszú idő telt el, és nagyon ritkán beszéltek, és nagyon ritkán vagytok együtt, kihűl ez a kapcsolat. Észrevettétek? És hiszitek, hogy ugyanez a helyzet Istennel? Hogy ha valaki ritkán fordít időt arra, hogy az Úrral együtt legyen, ha valaki ritkán olvassa a Bibliát, ritkán jár el gyülekezetbe, ritkán foglalkozik az Úrral, és akkor is egy kicsit félvárról, akkor előfordulhat, hogy ez a kapcsolat ki fog egy kicsit hűlni, egy kicsit elfogsz, úgy érzed, hogy elfogsz távolodni Istentől, tudjuk, hogy ő nem megy sehova, amen. Ha újjászülettél, ő benned van, ott van veled, de a kapcsolatod nem lesz olyan, mint amikor közel vagy hozzá. És azt mondja az ige, hogy közeledjetek hozzám, és én is közeledni fogok hozzátok. Hogyha már nem érzed ott azt a tüzet, vissza tud jönni ez a tűz. Vissza tud jönni. Kezdjél el foglalkozni vele. Vesd bele magad az igébe. Annyira örülök neki, hogy annak ellenére, hogy így a közelmúltban nem túl sok időm volt arra, hogy Isten igével foglalkozzak, de amikor belenézek, mindig olyan csodálatos dolgok jönnek belőle, megértek dolgokat, látok, hú, úgy élvezem olvasni az igét, hogy ez, hú, ez tetszik. Voltatok már, hogy olvasod a Bibliát? Csináljunk valami izgalmasat. Olyan most úgy nincs kedvem olvasni a Bibliát, de amikor közeledsz a szívedbe Istenhez, és úgy ő is közeledik hozzád, Isten igazságos, Isten hűséges. Ha te közeledsz hozzá, ő közeledni fog hozzád. Láttatok már így embereket a családban, olyan embereket, akik esetleg még nem hívők, és egy iciri-picirit megnyitották a szívüket Istennek. Egy iciri-picirit hallgattak téged, és elkezdenek zúdulni az áldások hozzá. Isten elkezd közeledni, észrevettétek? Isten hűséges az ő igéjéhez. Ha te közeledsz hozzá, ő közeledni fog hozzád. És hányan tudjátok, hogy Isten mit szeretne? Hogy ne legyünk langyosak, ne maradjunk ebben a kihűlt állapotban. Ha ismered őt, akkor járjál vele. Ha azt mondod, hogy hogy Jézus a te urad, akkor viselkedj úgy, mint akinek Jézus az ura. Amen. És ahogyan ezt meg tudjuk tenni. Hányan hallottátok már ezt az igét, hogy minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén? Hallottátok már? Minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén Istennek. Minden jó cselekedettel, amit teszel, gyümölcsöt teremsz Istennek, és Isten szeretné, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk. Amen. És hogyan tudjuk ezt megtenni? Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy megmutatta. Itt kezdődik. Hadd mondjak egy példát, de már azt hiszem, hogy ezt mondtam nektek, de nem baj. Tudjátok, hogy volt nekem egy vállalkozásom, és hát az elején eléggé döcögött ez a vállalkozás, volt egy-két rossz döntésem, és emiatt... Hát eléggé így mínuszba szaladt ez a vállalkozás. Volt olyan év, amikor
négy-öt ember dolgozott nekem, és volt olyan egész év, amikor a végén így húztam egy vonalat, megnéztem, hogy mit kerestem, és a segédmunkásom több pénzt keresett, mint én, és ő sokkal kevesebbet dolgozott, mint én, nem vállalt felelősséget, és egy csomó mindent, és egyik alkalommal van egy nagyon jó barátom, aki már akkor eléggé gazdag volt, és egy nagy vállalkozása volt, és nagyon-nagyon jól ment. És oda mentem hozzá, és megkérdeztem, hogy figyelj, tudnál nekem segíteni, hogy te mit csinálnál egy ilyen helyzetben, hogy tudnál előbbre lépni, és tudjátok mit? Nem azt mondta, hogy jó, figyelj, majd átgondolom, majd beszélünk, majd gondolkodok, abba a pillanatba. Olyan ötleteket mondott nekem, hogy én a helyedben ezt csinálom, azt csinálom, amazt csinálnám, én azon gondolkodom, ez hogy nem jutott eszembe. Egyszerű, kézenfekvő dolgok, csak máshogy járt az esze. És egyből rájöttem, hogy ez a különbség kettőnk között, ezért tart ő ott, én meg itt, mert ő így gondolkodik, én meg úgy gondolkodok. És azt látom, hogy azok az emberek, például hívők a gyülekezetbe, akik egyre inkább kezdenek úgy gondolkodni, ahogy az ige mondja, hogy gondolkodjanak, egyre följebb jönnek. Amen. És lapozzunk vissza a Rómaiakhoz írt levélre. Azt olvastuk, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el. Isten akarja, hogy elváltozzunk? Igen. Mi akarjuk, hogy elváltozzunk? Igen. Akarjuk ezt. A kérdés az, hogyan? Én emlékszem arra, hogy évek teltek el abba, hogy próbáltam én megváltoztatni magamat. És nem sikerült. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Nincs meg az a képességünk, hogy meg tudjuk változtatni magunkat. Mi tud megváltoztatni bennünket? Isten igéje. Ugye azt mondja Jézus, hogy a mi szívünk a föld, és Isten igéje a mag. Hányan hallottátok már ezt, hogy Isten igéje, amely munkálkodik is bennetek? Ha Isten igéje belénk van vetve, ez munkálkodik bennünk. Végzi a munkát. A kérdés az, hogy van-e Isten igéje elvetve a szívünkbe? Amikor szóljuk az igét, ugye tudjátok azt, hogy a szavaink teremtő erőt hordoznak. És az, hogy milyen erős ez az erő, ami a szavainkban van, ez nagyon függ attól, hogy hogyan használod a szavaidat. És már egy jó ideje mutatta ezt, hogy Isten kegyelméből nem mindig kapjuk meg az imáinkra a választ azonnal, és hálát adhatunk érte Istennek. Mert amikor imádkozunk, az nem különleges dolog, hogy imádkozol, beszélünk ilyenkor, csak ilyenkor Istennel vagy Istenhez beszélünk, amikor imádkozunk. De ha azt az imát Isten megadná azonnal, akkor ugyanúgy, amikor más dolgokról beszélünk, más dolgokhoz beszélünk, azoknak is azonnal meg kellene történjenek. Emlékeztek, amikor Jézus szolgálatát olvasod, amikor Jézus kimondott valamit, az megtörtént. Nagyon sokszor azonnal, vagy még abban az órában. Ha a tanítványainak mondott valamit, ha a fának mondott valamit, ha a kenyereket és a halakat szaporította meg, ha a betegségeket gyógyította meg, ha az ördögöket űzte ki, amit kimondott, az megtörtént. De azt is mondta, hogy én csak azokat mondom, amiket hallok az én atyámtól. És nem mondott ki olyan dolgokat, ami például rá, vagy Isten királyságára, vagy másra nézve rossz hatást váltott volna ki, és ezért, mivel a szavait úgy használta, ezért Isten megengedte neki, hogy ilyen erő legyen a szavaiba. Néha mondunk ki olyan butaságokat, amit nem kéne. Sokszor megszokásból elrontunk valamit, jaj, nagyon hülye vagyok. Vagy valaki előtt egy kicsit ilyen ciki helyzetbe kerül, jaj, bocsánat, ilyen kis hülye vagy, ilyen kis butus vagyok, ilyen kis, jaj, mindig elrontom. Képzeljétek el, mindig, ha a szavadnak olyan ereje lenne, és egy ilyet kimondasz, hogy mindig elrontom. Milyen hatással lenne az ránk? Értitek-e, hogy mekkora kegyelme Istennek, hogy a szavaink nem azonnal jönnek valóságba? És ezért van az, hogy miután imádkoztál, hitre van szükséged, és kitartsál, hogy az a dolog igenis meg lesz. Emlékeztek, a múlt héten is azt hiszem mondtam nektek, hogy sokszor ott is elrontjuk, és elrontják hívők, hogy imádkoznak, egy darabig hitben maradnak, egy darabig azt látják, hogy semmi nem történt a látható világba, és elengedik ezt a dolgot. Nem maradnak elég hosszú ideig hitben, ahhoz, hogy meglássák ezt a dolgot, amivel kapcsolatban hitben vannak. Az előbb olvastuk, hogy teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy ezek a kísértések kipróbáltságot eredményeznek. És azt mondja, hogy a kicsit odalapozok, hogy pontosan idézem,
Azt mondja, hogy a kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen. Hogyan tudunk kitartani a hitben például? Ugyanazt mondjuk ki. Ugyanazt mondjuk ki. Látom, ahogy az ördög néha munkálkodik, és próbál visszatartani tőlünk dolgokat, és ezt már megbeszéltük, ugye, és mindenki szívében megvan alapozva, hogy az ördög soha nem akadályozhat meg bennünket semmiben, amit akarunk csinálni. Amen. Valaki ezt hiszi? Kiálts egy nagy halleluját. Halleluja! Az ördög nem akadályozhat meg, hogy megtegyél bármit, amit akarsz. Egy dolgot tud tenni, késleltetni. És ha elég ideig késlelteti, hogy te elenged, hogy te felad, akkor ő nyerte meg ezt a meccset. És ha te nem vagy hajlandó elengedni. Ha te azt mondod, hogy én addig fogok kitartani, ameddig meg nem látom. Mert tudom, hogyha én kértem valamit az atyától a Jézus nevében, ő megcselekszi azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban, amen, akkor én ezt nem fogom elengedni. És azt mondja, hogy a kitartásban tökéletes cselekedet legyen. Hogyan tud a kitartásban tökéletes cselekedet lenni? Ugyanazt mondod ki? Köszönöm, Uram, hogy meggyógyultam. Hogy érzed magad? Hát, itt-ott érzek egy kis fájdalmat, de én hiszem, hogy meggyógyultam. Mert a Jézus sebeiben meggyógyultam. Halleluja! És addig mondod, és addig mondod, és addig mondod, hogy meggyógyultam, meggyógyultam, elfogadtam a gyógyulásomat, köszönöm, Uram, ameddig ezt meg nem tapasztalod, és ha megtapasztaltad, utána azt mondod továbbra is, hogy köszönöm, Uram, hogy meggyógyultam, köszönöm, Uram, hogy meggyógyultam. Amen. A kitartásban tökéletes cselekedet legyen, és most figyelj, ha tökéletes a cselekedet, ha mindig ugyanazt mondod, és nem vagy hajlandó arról beszélni, és azt mondani, amit látsz, vagy azt, amit érzel, vagy azt, ami ellent mond a te hitednek, amit kértél, akkor mi fog történni? Hogy tökéletesek és épek legyetek, semmiben hiányt ne szenvedjetek. Semmiben hiányt ne szenvedjetek. Mit szóltok ehhez? Semmiben. Semmiben hiány. Nekem ez nagyon tetszik. Én régen eldöntöttem. Ezt köszönöm, Uram. Ezt tetszik nekem. Ezt akarom az életembe. Semmiben hiány ne szenvedjetek. Ez azt jelenti, hogy mindig van elég üzemanyagod. Mindig van elég pénzed a számláidra. Mindig van elég pénzed öltözködni. Mindig van elég egészséged. Mindig van elég barátod. Mindig van elég keneted. Mindig van elég szó a szádba. Mindenben elég van, mindenből elég, mindenből van elegendő. Semmiből hiány nem szenvedsz. Se a barátokból, se az időből, halleluja. Mindenben elégségetek legyen, hogy épek legyetek, semmiben hiány ne szenvedjetek. Halleluja. Ne engedd meg az ördögnek, hogy eltántorítson téged. És nagyon sokszor mondjuk az igéket. A fejünkből. Észrevettétek, hogy sokszor a fejünkből jön az ige. Én is észrevettem magamon, hogy mondom az igét, de a fejemből jön. De a szív a szívünkbe kell legyen a hit, ugye? És a szívből jövő hit az, ami működik. És addig kell mondjuk, és addig kell forgassuk az igét magunkba, amíg a szívünkbe kerül, és a szívedből tudod mondani. Például vannak igék, amiket adott az Úr nekem. Föl is írtam a Bibliámba, hogy mikor. Ha megtalálom, persze. Hol van? 2010. 8. hó 28-án. Elég régen volt, és azóta forgatgatom ezeket a szívembe. Belevettem már egy ideje a napi megvallásomba. Majdnem minden nap elmondom ezeket, és ha megkérdeznétek, lehet, hogy nem tudnám elmondani is fejből. Évek óta mondom ezt, és még a fejembe sincs. Nem, hogy a szívembe. Hogy tudja ezt Isten megválaszolni? Most mondom, ott van a napi megvallásomban, és elmondom, és már csak úgy, már látom, már úgy, na, akkor már tudom. De még az eszembe, a fejembe se igazából ivódott bele, nem, hogy a szívembe. És tudom, hogy amikor a szívben lévő hitből szólok, az megvan. Az megvan. Amen. Hányan hiszitek? A hit működik. Amikor a szívedben lévő hit alapján cselekszel, az megvan. Amen. Ha valakire hittel ráteszed a kezed, az meggyógyul. Isten igen működik. Amen. De a kérdés az, hogy ott van az ige a szívünkbe. És nagyon fontos, hogy ne csak a fejedbe legyen, hanem a szívedbe. És ezért jó az, hogyha egy bizonyos helyzettel kapcsolatban, ahol meg vagy próbálva,
Ahelyett, hogy magadtól azt csinálnád, hogy előveszed az összes igét, ami ezzel a helyzettel kapcsolatos, imádkoznál és kérnél Istentől egy igét, amin megállhatsz. Uram, erre a helyzetre melyik igét adod, melyiken állhatok meg, és akkor elkezded, tudod, hogy kell ezt csinálni. Előveszed a Bibliádat, elkezded lapozni, erre lapozol, arra lapozol, olvasgatod egyszer csak, és ott érzed, hogy oh, az, ez az ige erre a helyzetre. És olyankor nem kell 100 igét tudjál, hanem azt az egyet. Ezt mondta nekem az Úr. És tudjátok, hogy Jézus hogyan állt szembe az ördöggel, és hogyan győzte le, a kísértésekben hogyan tudott megállni. Megvan írva. És volt egy helyzet, és mondta azt az egy igét. És az elég volt. Amen? És egy másik területen megkísértette az ördög, és megint mondta Jézus, hogy megvan írva. És ez a különbség. Amikor azt mondod, hogy mi van megírva, amíg igéket idézel az ördögnek, addig mindig jön egy másik támadással. Aztán Jézus azt mondta harmadjára, megmondatott az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Megmondatott. Ezt írja a Biblia, azt írja a Biblia, ezt írja a Biblia, itt van ez írva, ott van az írva. Megmondatott. Érted a különbséget? Ami a szívedből jön, és akkor az ördög elhagyta őt egy időre. Érted a különbséget? Amikor a szívedből előjön az ige, és azt mondod, egy ige. Egy ige. Nem kell az egész Bibliát tudjad, nem kell az összes igét azzal a bizonyos területtel kapcsolatban tudjad, egy ige. És nagyon sokat segít, ha ezt az igét nem a te fejedből találod ki, hogy na, ez tetszik nekem. Az se baj, hogyha veszel egy-két igét, és úgy döntesz, hogy ezt vagy azt beépíted a szívedbe, de ha imádkozol előtte, kérsz Istentől kijelentést, melyik igén álljak meg, Uram, és azt mondja, hogy ezen. Akkor azon meg tudsz állni. És azt az egyet forgasd a szívedbe, és mondjad, és halleluja. Amen. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által. Hogyan fogunk megváltozni? Az elménk megújítása által. Hányan tudjátok, hogy például a dohányzásról a Jim Pastor tanítja mindenkinek, akit érdekel, hogy hogyan lehet leszokni. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy én nem tudok leszokni, ilyen nehéz, olyan nehéz, amolyan nehéz, és azt mondja, hányan hallottátok már ezt, amikor a Jim Pastor beszélt erről, hogy úgy lehet leszokni a dohányzásról, hogy fogod a cigarettát, rágyújtasz, szívod, és közben azt mondod, nekem nincs erre szükségem. Először persze imádkozol, kéred az Urat, hogy szabadítson meg ettől, és elfogadod, és utána miközben dohányzol, azt mondod, nekem erre már nincs szükségem, én már szabad vagyok a cigarettától, jó nagyokat szívsz belőle, élvezed, nekem már nem kell ez a cigaretta, én már nem szeretem ezt a cigarettát. Kifújod, na, nekem nem kell, meggyújtod a következőt, ne, nincs nekem szükségem erre a cigarettára. Mondod, az elméd megújul. És egyszer azon kapod magad, tényleg nem érzem már ennek a szükségét, és szépen le tudod rakni. Hallottátok ezt? Jim Pastor ezt tanítja? Akik ezt alkalmazták, ideig sikerült nekik. És vannak, akik nem alkalmazzák. És továbbra is azt mondják, én nem tudok leszokni, én nem tudom elhagyni, én nem tudok nélkül. Úgy egyébként jó, de amikor ideges leszek, hát akkor valamivel le kell nyugtassam magam. Így gondolkodol, és mivel így gondolkodol, valóban így van, neked nem tudsz leszokni róla, és ha ideges vagy, tényleg kell valamit csinálja, és rá kell gyújtsál. De ha elkezdenél mást mondani, ha elkezdenél máshogy gondolkodni először, mert ez fogja meghatározni, hogy hogyan beszélsz. Amin gondolkodunk, az első a gondolataidat kiegyenesíteni Isten gondolatai szerint. Gondolkodj úgy, ahogy Isten. Ha úgy gondolkodsz, ahogy Isten, úgy fogsz beszélni, ahogy Isten. Ha úgy beszélsz, ahogy Isten, úgy fogsz cselekedni, ahogy Isten. Amen. Hányan hiszitek, hogy nem olyan nehéz a gondolatainkat megújítani? Nehéz itt ülni és hallgatni, hogy ez jó, ilyen könnyen le lehet szokni a dohányzásra? Így lehet meggyógyulni, hogy megvallom azt az igét, amit az Úr ad nekem? Így. Ez nehéz? Nem. Tudjátok mi, ami egy kicsit nehezebb ezzel kapcsolatban? A kitartás. Hogy ne egy hétig legyen ez a nagy buzgalom, öröm, hú, tényleg ezt fogom csinálni, hanem következetesen. Igyekezzél megújítani az elmédet, foglalkozz vele, hallgass tanításokat, és bátorítalak, sok jó tanító van az interneten, és tudom, hogy néhányan már hallgattok másokat, akiket például a Jim Pastor ajánl, van egy jó pár ilyen tanító is, és vannak könyvek.
Nagyon jók a könyvek, amiket lehet olvasni. Különböző területeken van a gyógyulással, a gyarapodással kapcsolatban, van a gondolkodással kapcsolatban, egy csomó mindennel, házassággal, válással, újraházasodással. Csomó anyag van, amivel tudsz foglalkozni, ha valahol, valamilyen területen úgy érzed, hogy nehézséged van. És amikor megérted ezeket a dolgokat, Isten kijelenti a szívedbe, a gondolatod megváltozik, a gondolkodás módod megváltozik. És ha meg tudod változtatni a gondolkodás módodat, akkor meg tudod változtatni azt, amit kimondasz, ez meg fogja változtatni azt, ahogy érzed magad, és utána, ahogy cselekszel, és az egész életed megváltozik, ha hajlandó vagy az elmédet megújítani. Hányan tudjátok, hogy ez olyan egyszerűnek tűnik, nem? Az ember elgondolkodhat, hogy ha ez ilyen egyszerű, ilyen könnyű, miért nem csinálja mindenki? Ez jó kérdés. Nem tudom. De egyet tudok, hogy ilyen könnyű. Egyet tudok, hogy valóban így működik. És ha te úgy döntesz, és én úgy döntök, akkor ez van nekünk. Ezt mondja Isten igéje. A mi elménknek a megújítása. Mondja, hogy változzatok el, a ti... Hú, ha ezt megtalálnám, épp ma olvastam. A ti elméteknek szelleme szerint, hogy valami ilyesmi, hogy változzunk el az ő... Na mindegy, majd meg fogom keresni ezeket az igéket. Egyáltalán nem erről készültem ma beszélni, de nem baj. Hogy amikor így tudjuk megváltoztatni az egész életünket, ez a szeretetben járás. Hányan tudjátok, nagyon sok keresztényben az él, igen, úgy kéne, de az olyan nehéz, olyan fárasztó, mindenkivel türelmes lenni, mindenkivel kedves lenni, elviselni mindenkit, jaj, ez olyan fárasztó. Akkor, ha így gondolod, az. És mit mondott Jézus? Hogy gondolkodik erről Isten? Na, ezzel kapcsolatban mutatok nektek egy jó igét. Ezt ma mutatta az Úr. Hú, amikor megláttam, nagyon megörültem neki. Hiszem, hogy megtalálom. Kolossebeliekhez írt levél első fejezet. Hármas versétől. Kolosse 1:3-tól. Azt mondja itt a Biblia, hogy hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus atyának mindenkor ti éretetek, imádkozván, mivel hogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amelyel minden szentekhez vagytok, a mennyekben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszéd igéjében, amely az evangélium. Ez így elsőre egy kicsit sok, de elmagyarázom, hogy mi az, amit ezzel kapcsolatban mutatott az Úr. Tehát hálát adunk az Istennek és a mi Úrunk Jézus Krisztus atyának mindenkor ti érettetek imádkozván, mivel hogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amelyel minden szentekhez vagytok, és itt nem pont van. És ez itt a lényeg, hogy hallottuk a hiteteket, és azt a szeretetet, amelyel minden szentekhez vagytok, és nincs pont, ez mit jelent, hogy folytatódik a mondat. Ez a mondani valója folytatódik, tehát még egyszer, hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amely minden szent, a szeretetet, amelyel minden szentekhez vagytok, a mennyekben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság igéjében. Miért van ez a hit bennük, és ez a szeretet a többiek iránt? Azért a reménységért teszik ezt, amit már hallottak előtte. Azt hiszem, hogyha az Efézusi levélre lapoztok egy kicsit, Efézusiakhoz írt levél, első fejezet, és... 15-ös verstől nézzük meg, megint Pál apostol imádkozik, megint csak a gyülekezetért. És nézzétek meg, hogyan imádkozik. A 262-es oldal, és a mi Bibliánkba, és nézzük meg a 15-ös verstől. Ezért én is halván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket, nem szűnöm meg hálát adni érettetek, említést téve rólatok az én imádságaimban, hogy a mi Urunk,
Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, bocsánat, és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk. Itt álljunk meg, mert ez annyira bonyolult egy mondat, hogy nehéz lekövetni. Arról beszél itt az ige, hogy azt akarja, azért imádkozik Pál apostol a gyülekezetbe, hogy Isten értesse meg velük, adjon neki kijelentést, hogy milyen jutalommal jár az, ha azt cselekszik, amire Isten elhívta őket. Isten elhívott téged valamire, és azt mondja neked, hogy ezért jutalmat fogsz kapni, és nem azt mondja, hogy na, majd oda dobok neked valami aprót. Nézd meg, hogy hogyan van megfogalmazva a jutalom azért, amire elhívott téged Isten. És azt mondja, hogy és világosítsa meg a szívetek szemeit, na itt van egyébként az egyik helyen a szívünk szemei, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. Örökségének, dicsőségének gazdagsága. Hogy lehetne ezt még fokozni? Ha Isten el tudná húzni a szemünk elől azt a függönyt, amivel a szellemi világ el van választva a fizikai világtól, és betekintést kapnánk abba, ami a jutalom azért, hogy befutod a futásodat, garantálom neked, hogy egész életedben olyan odaszánt keresztény lennél, hogy nem bírnának leoltani téged egy tűzoltókocsival se. Ha látnád azt, hogy ezt miért teszed, csak hogy Isten egy hit Isten. Amen. És nekünk hinnünk kell, nem látjuk még, de hinnünk kell, hogy meg lesz a jutalma. Isten egy jó Isten. Amen. Tapasztaltátok már meg, hogy ha megteszed, amit ő mondott, akkor jó dolgokban van részed. Ő megjutalmaz, egy megjutalmazó Isten. És ha hittel megteszed, azért, mert ő ezt mondja, akkor Isten igéje garantálja, hogy örökségben lesz részed, méghozzá az ő örökségének, dicsőségének a gazdagsága szerint fog téged megjutalmazni, és nézzük egy kicsit tovább, és mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk. Hányan haltatok volna már meg a mai napig, ha Isten kegyelme, az ő hatalmas keze nem lett volna ott fölötted bizonyos helyzetekbe? Autóbaleset, akármilyen baleset, elektromos áram megrázhatott volna, és akármelyik pillanatban meghalhattunk volna, rákba elmehettél volna, bármilyen, hányan tudjátok, hogy tüdőgyulladásba is meg tud valaki halni, ha nem kezeli. Az ördögnek annyi trükkje van, ami kint van, és el tud általa vinni, és egyik se sikerült. Amen? És itt vagyunk. Hiába, hogy többször próbált megölni, nem tud. Halleluja. Ha-ha-ha-ha. Nem tud megölni bennünket. Ezért élünk még mindig. Nincs hatalma. Nincs hatalma. Ha tudott volna, már rég megölt volna. Ő ezt akarja. Csak hogy nem tud. Itt van a lábunk alatt, és jó nagyokat nevetünk rajta. Úgyse fog sikerülni. Dicsőség az Úrnak. És figyelj, és mi az ő hatalmának fenséges nagysága? Például, hogy megvédhet, hogy az ő kegyelmét gyakorolhatja az irányodba. Mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott. És kérlek, maradjatok velem egy kicsit. Ez az egész szöveg egybefügg. És ugyanarról beszél. Beszél arról, hogy van egy elhívásunk, és ennek van egy jutalma, és hoz egy konkrét példát. Nézzük meg ezt a példát. És mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt. Hányan hiszitek, hogy vele együtt meghaltunk, és vele együtt fogunk fel is támadni? Amen. Nem fogunk a halálban maradni, hanem vele együtt fel is támadtunk, és vele együtt fogunk uralkodni, és az ő jobbján fogunk ülni. Ugyanazok a jutalmak, amiket Isten Jézusnak adott az ő engedelmességért. Mit mond az ige, hogy Jézus Krisztus, Istennek örökösei vagyunk, és Jézus Krisztus társ örökösei. Ez mit jelent? Ugyanazt örököljük, amit ő? Várjunk egy pillanatot. Jézus Isten feltámasztotta. Téged is feltámasztott. Nézzük tovább.
amelyet megmutatott a Krisztusban 20-as vers, amikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Mi hol vagyunk? Szellemben, hitben, Isten szemében ugyanott ülünk, vele együtt uralkodunk. Az Atya jobbján, magasan, minden fejedelemség, és hatalmasság, és erő, és uraság, és minden név fölé, mely neveztetik, nem csak e világon, hanem a következendőkben is. Nem tudom legyőzni ezt a betegséget. Pedig fölötte ülsz. Amen. Nem ő ül fölötted, nem ő van fölül, te vagy fölül, és ha te megengeded neki, hogy föléd kerekedjen, ez a te hibád. Hatalmad van, hogy az ördög bármelyik ellenet készült fegyverét megsemmisíts, hatalmad van, hogy az ördög bármelyik csapdáját kikerült, hatalmad van, hogy felül kerekedjél minden kísértésen. Amen. Mit mond, hol vagyunk? Magasan minden fejedelemség, és hatalmasság, és erő, és uraság, és minden név fölé, amely neveztetik, nem csak e világon, hanem a következendőkben is, és mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek felette a gyülekezetnek fejévé, mely az ő teste, teljessége őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. És nézd meg a párhuzamot. Jézust Isten elhívta, ő engedelmes volt, a végén nem volt túl dicsőséges az ő szol... dicsőséges volt, de nem volt túl élvezetes a számára az a szolgálat, de mit kapott? A Filippi levélből is tudjuk, hogy ő engedelmes volt, de Isten felmagasztalta őt minden név fölé. Hiszitek-e azt, hogy Isten valami hasonlót tervez nekünk is? Hogy amikor oda megyünk, akkor nem úgy fog várni Isten, hogy na, üljél le oda. Tárt karokkal, szeretettel, és azt fogja mondani, hogy kíváncsi vagy, hogy mi az örökség. És azt mondja, igen, menjünk, megmutatom. Egyik prédikátortól hallottam, hogy amikor meghal egy szerettünk, akkor szomorkodunk, és tulajdonképpen nekünk hiányzik. Miközben az illetőnek még az eszébe se jutunk, mert annyira lesokkolja az a látvány, amit látott fönt a mennybe, hogy időre van szüksége, mire felocsúzik ebből a sokból, hogy ez tényleg valóságos, hogy ez tényleg mind az enyém, hogy ez van itt. És tudjátok, hogy azt írja az ige, hogy egy nap az Úrnak annyi, mint 1000 év, és 1000 év, mint egy nap. Úgyhogy amíg ő felocsodik, hogy mit is kapott, te ma ott vagy vele. Sokszor mi szomorkodunk itt a Földön, de ha hinnénk azt, amit az ige mond, máshogy élnénk. Ugye azt mondja a Biblia, hogy ne engedjük meg, hogy a pénz, a mammon uralkodjon rajtunk. Tudjátok, mekkora a kísértés? Amíg nincsenek túl jó lehetőségeid, ó, mindenem az Úré, én őt szolgálom, halleluja, dicsőség Istennek, és egyszer csak jön egy olyan lehetőség, hogy leesik az állat. És lehet, hogy választanod kell, hogy akkor vagy. És onnantól kezd egy kicsit izgalmasabbá válni a hívő életed. Az ige mondja, hogy ne hazudjunk, és sokszor az ember találkozik olyan helyzetekkel, hogyha most csak egy icike-picikét fillentenék, nagyon jó lenne ez nekem. Melyiket fogod követni? És tudjátok, hogy mi a lényeg? Hogyan gondolkodsz? Ha az elmédet sikerült már megújítanod, Isten azt mondja, hogy az igazságot szereti, azt szereti, hogy az igazságot szóljuk szeretetben, és ő ezt meg tudja áldani, és én áldott akarok lenni. Én nekem nem arra van szükségem, hogy dolgaim legyenek, hanem hogy áldott legyek, mert ha áldott vagyok, akkor vannak dolgaim is, és mindenem megvan. És ha úgy gondolkodsz, hogy nincs szükségem arra, hogy hazudjak. Hányan tudjátok, hogy ez mindig visszaüt. Amikor letész a keskeny útról, azt mindig megbánod. Az mindig kerülni fog neked valamibe. Mondják az emberek, hogy ez a kegyes hazugság. Nem tudom, hol olvasták ezt a kegyes hazugságot. Azért nem mondtam el az igazat, hogy nehogy megbántodjon. Ha az elmédet megújítottad, akkor nem kérdés. Valaki már hagyott ki jó lehetőségeket csak azért, mert nem voltál hajlandó hazudni? Mondd ezt, mondd azt, mondd azt. Nem.
Nem fogom. És mindegy, hogy mit adnál érte, mindegy, hogy milyen előnyem származna belőle, nem. Te hülye vagy. Hát lehet. De az áldást én mástól várom. Nem az ilyen lehetőségektől, hanem az én atyámtól. Amen. És ő az egyenes utat tudja megáldani, az igazságot tudja megáldani. Jézus az út, az igazság és az élet. És ha Jézust követed, az igazságot követed. Hallottam valakitől ilyet, hogy az igazság Jézusnál van. Mármint, hogy valaki lehet, hogy nem igazságosan járt el, és megkérdőjeleztem, hogy és ez így helyes, hogy és ez így rendben van, ez így igaz, és hát az igazság Jézusnál van. Igen, az igazság Jézusnál van, de ez nem kifogás, hogy nekünk ne kövessük az igazságot, ne kövessük Jézust, amen. Hányan hiszitek, ha az igazságot követed, Jézust követed? Csak így ezzel a kapcsolatban mondok valamit, egy igét, azt hiszem, hogy Máté evangéliumában van. Az 5. fejezetben megnézhetjük ezt az egész részt a 3. verstől. Jézus szavai, egyik első prédikációja, amit a Boldog Mondások hegyén prédikált, és azt mondta, hogy áldottak a szellemben szegények, mert övék a mennyeknek országa. Áldottak, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Áldottak a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Áldottak, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Áldottak az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Áldottak, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Áldottak a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Áldottak, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Halleluja! Áldottak vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és mindenféle gonosz hazugságot mondanak ellenetek érettem, örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyben, mert így háborgatták a profétákat is, akik előttetek voltak. Mit mond, hogy áldottak vagytok, ha háborúságot szenvedtek az igazságért. Amikor fölállsz az igazságért, hányan tudjátok, hogy a szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Látjátok itt is, hogy ha úgy gondolkodunk, ahogy Isten, akkor amiről Isten igéje beszél, hogy örüljetek, szüntelen örvendezzetek. Lehet erre mondani, hogy könnyű azt mondani. Igen, könnyű mondani, de ezt meg lehet csinálni, ezt lehet így élni. Hogy folyamatosan örömben vagy. Például a legtöbb ember, ha nincs valamije, akkor hiányolja, sír, rossz neki. Az igaz, azt mondja, hogy áldott vagy, mert meg fogsz elégítetni, meg fogod kapni, nem fogsz így maradni, meg fogja Isten adni neked. Áldottak, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Úgy érzed, hogy több igazságra van szükséged, többet akarsz hallani, több ígére, áldott vagy. Halleluja, miért? Mert meg fogsz elégítetni. Hogy gondolkodsz? Hogy nekem nincs, nem kapok kijelentéseket az Úrtól, jaj, én miért nem kapok kijelentést? Áldott vagy, vedd már észre, áldott vagy, áldott vagy, áldott vagy, de én nem kapok kijelentést, de áldott vagy, mert fogsz kapni, ha éhezed és szomjúhozod, ő meg fog elégíteni. Amikor háborgatnak, üldöznek téged, te az igazságot cselekszed, és mindenféle hazugságot mondanak rólad. Ilyenkor az emberbe kinyílik a zsebedbe a bicska, és hogy képzelik, hogy ilyet mondanak rólad? Áldott vagy. Áldott vagy. Hogy gondolkodol róla? Ó, jön az üldöztetés. Dicsőség az Úrnak, akkor jó úton járok. Tudjátok azt, hogy nem jön üldöztetés addig, amíg valami olyat nem teszel, ami szúrja az ördög szemét. Amíg játszod a kis vallásosdít, amíg csak úgy szeliden, úgy senkiben, úgy semmi megütközés. Jó, itt is hallgatok, ott is. Ja, én nem járok gyülekezetbe, ha olyan helyen vagy. Csak hogy senki ne üldözön, senki ne mondjon rólad rosszat. Mindenki, ha jót mond rólad, azt mondja Jézus, hogy jaj, jaj, jaj. Ugyanezt tették a hamis profétákkal. Mindenki jót mondott róla, de az igazi profétákat meg megölték, kigúnyolták, vádolták őket, és ha téged is vádolni fognak Jézusért, nem azért a hülyeségért, amit esetleg elkövettél, hanem Jézusért, akkor áldott vagy. És
Ilyen esetben sem kell, hogy szomorkodjál, hanem örülsz. Jön az üldöztetés. Dicsőség az Úrnak, benne van, százszor annyit kapunk, üldözésekkel együtt, hagyj jöjjön. Akkor jön a többi is, tudjátok. És a kérdés az, hogy hogyan gondolkodsz. Nem a körülményed annyira a kérdés, hanem az, hogy hogyan gondolkodsz te a körülményedről. És az, hogy mennyi időt vagy ilyen körülmények között, az is azon múlik, hogy hogyan gondolkodsz erről. Látjátok, én nem tudom, hogy értitek-e, amiről beszélek, hogy fölött állunk ezeknek a dolgoknak, és amiért még mindig azt tapasztaljuk, hogy hívő létünkre, mintha az ördög próbálna győzedelmeskedni az életünk felett, többnyire azért van, mert nem úgy gondolkodunk, ahogy Isten igéje mondja, hogy gondolkodjunk. Nem úgy cselekszünk nyilván ebből következően, ahogy az igen mondja. És nyilván nem azok az eredmények vannak az életünkben, amit Isten igéje mond, hogy egy hívőt, egy istenféle embert követnek. Igaz? De ezen változtatni fogunk. Amen. És igenis gondolkodni fogunk azon, hogy mit gondolkodok. Segítene, ha egy leltárt csinálnál magadba, hogy miken gondolkodok? Ha egy bizonyos ideig rossz kedved van, kérdezd meg magadtól, mit gondolkodok? Ezt mondja az igen? Nem. Akkor rúg ki, és hogy kell legyőzni egy gondolatot? Nem gondolattal, ugye ezt tudjuk. Mára ennyit, majd fogjuk ezt folytatni, jó? Hanem kimondod azt, amit Isten igen mond arra a helyzetre. Jézus nevében. Én sose leszek szegény. Áldott vagyok. Jön az ördög, miből fogod ezt kifizetni? Az Úr az én ellátásom forrása. Halleluja! Bőségesen betölti minden szükségemet. Még a börtönben volt ez, hogy mondják a fiúk, hogy jó, aki börtönviselt, hát az nem kap munkát, az nem kap ezt, az nem lehet elindulni. Mondjuk neki, mert ezt mondod? Én azt szoktam megvallani már egy ideje, hogy az Úr az én ellátásom bőséges, túlcsorduló és kihalpathatatlan forrása az én ellátásaimnak. Ah, persze, persze. Azt hiszik, hogy hazudunk. Nem. Ezt mondjuk, ezt hisszük, és ezt tapasztaljuk. Amen. És tök jó. Én örülök, hogy nem én vagyok az én ellátásom forrása. Nem azért kell dolgozzak, hogy legyen, mit tegyek, hanem, hogy legyen, amit adjak a szűkölködőknek. Amen. Mert az Úr gondoskodik rólam. Amen. Drága atyám, köszönjük a te igédet. Köszönjük a kijelentéseket. Köszönjük, hogy a te igéd, ha te ez a mag jó földbe hullott, köszönjük, hogy gyökeret ver és gyümölcsöt terem. 30-60 százannyit a te kegyelmedből, a te jóságodból, a Jézus nevében. Amen. 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 Halleluja. Halleluja.